Balkezes percek a Mex Rádióban. A műsor támogatója a Balkezes Eszközök boltja. www.balkezeseszközök.hu. Kedves Mex Rádió hallgatók, ismét balkezes percek itt a Mex Rádióban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban szakértőnk a balkezeseszközök.hu részéről, Szikora Melinda. Szia Melinda! Szia Tamás! Köszöntöm a hallgatókat! Nagyon sok mindenről volt szó az elmúlt adásokban. Egy kicsit ma, azt hiszem, ha jól tudom, akkor a balkezeseknek a mindennapjairól fogunk beszélgetni, ugye Melinda? Igen. Igen, eddig ugye beszéltünk az iskolában előforduló nehézségekről, és most a mindennapok kihívásaiból hoztam néhányat. Ez érintheti a kicsiket és a nagyokat is. Uh-huh. Ha tudjuk, hogy a balkezesek az olyan egyszerű mindennapos dolgokat, mint öltözködés, csomókötés, evőeszköz használat, tekerő mozdulatok, kicsit másképp csinálják, már egy kis odafigyeléssel sokat segíthetünk nekik. A kicsiknél még a tanulási folyamatot is megkönnyíthetjük. Mondasz egy pár példát erre, hogy hogyan is képzeljük ezt el? Igen, az első téma az az evőeszköz használat. Sokan gondolják, hogy a balkezesek számára fordítva kell teríteni. Azonban a balkezesek többnyire nem csak a kanalat, hanem a villát is a balkezükben fogják, még kés villa használatakor is. Csak kisebb százalékuk fordítja meg a kést és a villát. Tehát az ő esetükben nincsen erre szabály úgy, mint a jobb kezeseknél, hanem úgy használják, ahogy nekik jól esik. Ezért a gyerekek esetében is engedjük, hogy a gyerek maga döntse el, hogy neki hogyan kényelmes. Ugyanígy a terítésnél például a balkezes hajlamos lehet a tőle balra ülő személy kenyerét vagy poharát elvenni. Aztán az ültetésnél például figyelhetünk arra, hogy a leves kanalazásnál vagy pálcika használatakor, ha egy jobb és balkezes ül egymás mellett, akkor ugye a könnyökük összeütközhet. Igen, ezt én ezek is tapasztaltam. Igen, ezek csak ilyen kis praktikák. Aztán a másik téma az öltözködés. Kisgyerekeknél számíthatunk arra, hogy amikor mondjuk ülő pozícióban doknit, cipőt szeretnénk rájuk adni, vagy nadrágba bújtatnák a lábukat, akkor először a bal lábukat fogják nyújtani. Tehát ez esetleg egy jobbkezes szülőt váratlanul érhet. Ugyanakkor, ha ezt álló pozícióban végzik, akkor tulajdonképpen bármelyik lábát nyújthatja, mert előfordulhat, hogy a bal lábát nyújtja megszokásból, ugyanakkor sok balkezes gyereknél előfordul, hogy inkább a bal lábán egyensúlyoz, és mégis a jobb lábát nyújtja. Igen, erre van egy példám, bocsánat. Igen. Én ugye jobbkezes vagyok, de ballábas, és saját magamon tapasztalom azt, hogy tényleg én is másképp, tehát először a bal lábamat tolom bele a cipőbe, míg a jobb lábasok pont fordítva csinálják. Igen, de végül is ugye bármelyik változatra felkészülhetünk. Aztán például, ami érdekes lehet, hogy vannak olyan ruhák, amelyeken csak egy oldalon van zseb. Ilyen esetben a kicsiknél erre is oda tudunk figyelni, és választunk akkor ilyen esetben olyan ruhákat, amelyeken mindkét oldalon van zseb, mert az egyzsebes ruhákon ugye általában a jobb oldalra varják a zsebeket. Igen. Aztán szintén az öltözködésnél ugye a cipzár a nadrágokon, vagy a gombolás az ingeken. A férfiaknál általában ugye ezek jobbra gombolósok, vagy jobbra cipzározhatóak, és ez nehézséget okoz a balkezes férfiaknál. Hölgyeknél ugye a régi varrások esetében a gombolások balra álltak, ez előny volt a balkezes hölgyek számára, viszont ma már egyre kevesebb ilyennel találkozhatunk.
Igen, és egyre több az unisex holmi is. Igen. Úgyhogy most már kezd megszűnni a balkezes hölgyek előnyeltéren. Aztán ami érdekesség, az öveknek a használata. Ezt többnyire még a balkezesek sem veszik észre magukon, hogy ők fejjel lefelé hordják az öveket, de mi a másik irányban kezdjük el betolni az övtartóba. Ez egy általános övnél nem is feltűnő. Ugyanakkor vannak olyan övek, amelyeknek a csatján olyan díszítés van, ami csak az egyik irányban mutatós. Ilyen esetben ugye, hát egy balkezes vagy nem fogja tudni hordani az övet, vagy pedig kényelmetlenül valóban jobb kész szerint próbálja majd használni. Egy balkezes aztán... egyébként észreveszi ezt, amikor egy olyan övről van szó. Szóval ez úgy feltűnik? Mert hogy nem tűnik föl, tehát éppen az, hogy mi magunk a használat során sem veszük észre, hogy fordítva csináljuk. Jaj. Úgyhogy csak egy ilyen esetben, hogyha egy olyan figura van rajta, ami kifejezetten csak egy irányban mutatja az alakzatot. Aztán ami még érdekes lehet, hogy a akasztós szekrényben például a ruhákat mi fordítva akasztjuk föl, vagy legalábbis úgy lenne számunkra kényelmes. Otthon lehet, hogy aki balkezes, az így is akasztja, tehát a jobb irányba néznek a ruhák elejei. Ezt leginkább akkor veszük észre, amikor egy ruhás üzletbe térünk be, és ott jobb kézzel vagyunk kénytelenek leemelni, illetve visszaakasztani a ruhákat. Egyébként otthon nem valószínű, hogy ez feltűnik a számunkra. Képzeld el, hogy nekem sem tűnt fel, pedig a párom ugye balkezes, és meg fogom nézni. Tudod mit, Melinda? Megérem, megnézem. Jó, nyilvánvalóan ez nem 100%-os, tehát nem mindenki használja így, de többnyire így lenne kényelmes. És ami még az öltözködéshez kapcsolódik, és a gyerekekhez, az a csomó, a masni és a nyakkendőkötés tanulása, hiszen gyakran ez gondot okoz, amikor a balkezes gyerek másolni próbálja a jobbkezes szülőt. Ennek kiküszöbölésére, amennyiben jobbkezesek vagyunk, álljunk szembe a balkezes gyerekkel, és mutassuk nyugodtan a jobbkezes mozdulatsort. A gyermek így az ellenkezőjét fogja látni, és gond nélkül megtanulja a számára a természetes irányú változatot. És akkor ezen kívül vannak még olyan dolgok, melyek esetében gyakran mi balkezesek nem is vagyunk tudatában, hogy a balkezességünk ezeknek a közvetlen okai. Például az ölelés és a pusziadás. Ez számunkra balról lenne természetes, és ilyen esetben kellemetlen szituációba is tudunk kerülni, hiszen egy jobbkezessel összeütközhetünk, vagy többször kitérhetünk jobbra-balra. Ne talán, tehát még az is előfordulhat, hogy szájon pusztuljuk a másikat. Úgyhogy ebben az esetben ugye talán a legjobb megoldás, hogyha megtanuljuk jobbról adni. És ugyanígy a kézfogás is, ugye számunkra bal kézzel lenne természetes. Ez főként ugye a gyerekeknél figyelhető meg. Ők ugye ösztönösen a bal kezüket nyújtják, de mivel ugye a társadalmi szokás az a jobbkezes kézfogás, így a kicsit ugye át kell nevelni erre, hogy ezt tanulja meg. Tehát mi a jobbkezes kézfogást tudatosan végezzük. Érdekes, amit mondasz, ezt úgy tapasztaltam, hogy múltkor egy ismerősöm kisgyermeke, egy egész pici kis fiú volt, és az apja mondta, hogy na, akkor adjál egy pacsit a Tamásnak, és automatikusan a bal kezét nyújtott. A balkezes volt a gyerek, és ugye hát ilyenkor még nagyon pici korban ez szokás, hogy na, adj egy pacsit, és tényleg a bal kezét nyújtotta. Igen. Hát ezt nekünk meg kell tanulnunk, tehát ez nem ösztönből jön. Amit még ugye még észrevehetünk magunkon, hogy a balkezeseknek kényelmesebb a dolgoknak a bal oldalán ülni,
vagy például ugye az asztalon a tárgyakat úgy rendezzük el, hogy a bal kezünk ügyébe essenek a fontosabb dolgok. Például a szemetest is ugye érdemes a bal kezünk ügyébe tenni, viszont a megvilágításnak ugye jobbról kell jönnie. Tehát akár természetes, akár mesterséges fényről van szó. Aztán megfigyelték azt is, hogy a balkezesek a szemléltetéskor fordítva rajzolják az ábrákat. Tehát például egy arcot is fordítva rajzolunk föl. És hát még akkor egy pár dolog, hogy szintén kellene helyzetbe kerülhetünk, mikor kabátot segítünk föl valakinek, mert azt is ellenkezőleg próbáljuk megtenni. Illetve még ilyeneket jegyeztek föl balkezesek, hogy visszajáró pénz átvétele esetében, ugye mi a bal markunkat tartjuk, aki viszont átadja, lehet, hogy mellé teszi a pénzérméket. Igen. Na. Na, összegezve tehát... Hát ezeket hoztam mára. Oké, tulajdonképpen amire nekünk jobbkezeseknek illik odafigyelnünk, hogy egy kis toleranciát tanúsítsunk, ha jól gondolom, ugye Melinda? Igen, egy kis odafigyelés tényleg. Igen. Illetve azt, hogy tudatosítsuk magunkból, hogy van egy másik irány és egy másik világ. Igen, abszolút. No, hát örülök, hogy ezekről a dolgokról is sikerült egy kicsit beszélgetnünk. Kedves Max Radio hallgatók, az elmúlt percekben szakértőnket a balkezeseszközök.hu részéről, Szikora Melindát hallottátok. Melinda, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én is köszönöm szépen, és kellemes napot kívánok mindenkinek. Mi is neked. Szia! Köszönöm. Szervusz! Balkezes percek a Max Rádióban. A műsor támogatója a Balkezes Eszközök boltja. www.balkezeseszközök.hu